Az Etópark élményközpont adott otthont a második Arabona állásbőrzének. Az első alkalommal 32 cég volt jelen kiállítóként, a legutóbbi bőrzén azonban 37 vállalattal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az állásbőrzének szerintem a legfontosabb része, hogy személyesen tudnak találkozni a munkaadók, illetve a munkavállalók. Tehát egy önéletrajznál jóval több, hogyha egy munkaadó látja, hogy ki az, aki jelentkezik hozzá, és egy jelentkező számára is szerintem nagyon fontos, hogy személyes benyomást szerezzen a cégről, ahová jelentkezik, az ott lévő vezetőségről, feltételekről és a munkakörülményekről. Radnóti Ákos, Győr város alpolgármestere beszédében azt mondta, munkaerőhiány van, ezért nem csak a cégekre és a vállalatokra van szükség Győrben. A munkavállalók számára is vonzó tud lenni, hiszen az a város, a kultúra, a sport, Fellegvára nagyon sok fejlesztés történt meg, ami az ő kikapcsolódásokat tudja elősegíteni, illetve olyan lakókörnyezetek vannak, ahol nagyon jó élni. Nagyon sokan jönnek így a városba, és most már Győrön kívüli területről, tehát mi ezt az utat szeretnénk folytatni, egy virágzó város legyen Győr, ahol mindenki meg tudja találni a maga számítását, úgyhogy sok sikert kívánok a munkavállalóknak, hogy itt el tudjanak helyezkedni. A második Arabona állásbőrze is nagy érdeklődésre tett szert. Sokan döntöttek úgy, hogy az Etópark élményközpont földszinti aulájában keresnek maguknak munkát. Most az egyetemet abbahagytam, mert el akarok otthonról költözni, és a pénzgyűjtés érdekében úgy döntöttem, hogy inkább idejövök, mert egy olyan munkahelyem van most, ahova csak hétvégén tudok eljárni, és kéne egy teljes munkaidős, amivel pénzt tudok gyűjteni, és el tudnék otthonról költözni, és egy felnőtt életbe belekezdeni. A visszajelzéseket tekintve jövőre megrendezik a harmadik Arabona állásbőrzét is.